A kormány fenntartja a gáz- és távfűtámogatást a fűtés szezon végéig, majd 2011. szeptember 1-től újra életbe lép. Ám fontos különbség, hogy attól kezdve a lakásfenntartási támogatás részét képezi. Aki eddig nem volt jogosult a gázártámogatásra, az csak április után az új támogatási rendszerre adhatja be kérelmét. A nagycsaládosok három gyermekig 200 köbmétert, a negyedik gyermektől pedig 300 köbmétert kapnak évente. Az érintett fogyasztók a kérelmeket február 28-áig nyújthatják be a Magyar Államkincstár területi kirendeltségéhez. A társasházak esetében a lakossági fogyasztók körében érvényes árkategóriák nem alkalmazhatóak. Részükre speciális díjszabás bevezetésével valósítható meg az arányos árnövekedés, ezért a társasházak esetében önálló 4,9%-os emelésre kerül sor. Az utóbbi napok sajtóhírei nem csak a fogyasztási díjakról szóltak. Az ENFES egyik ipari nagyfogyasztója jelentős összegű tartozását nem egyenlítette ki határidőre, ez a váratlan bevételkiesés nehézséget okozott az ENFES gazdálkodásában. A lakosságot és ellátó gázkereskedők közleményében írta, nem értesült arról, hogy a Magyar Energiahivatal felfüggesztette volna a gázkereskedelmi engedélyét, a hivatal egyelőre csak azt erősítette meg, hogy vizsgálódik. Az ENFES megerősítette a Magyar Nemzet szerdán megjelent hírét, miszerint az FGS földgázszállító ZRT felmondta az ENFES-szel kötött kapacitás lekötési és szállítási szerződést. A Magyar Energiahivatalnál annyit közöltek, vizsgálat folyik az ügyben.